Nagyon-nagyon köszönjük. Elhagyták a helyszínt. Már autóba szálltak. Hadd meséljek egy kicsit arról, hogy milyen, amikor a művésznek rossz kedve van. Nyilván legtöbben dalt írnak, de mi van akkor, ha ez hosszabb ideig tart? Hát akkor ugyanaz történik, mint bárki mással. Az élete szekere beragad valami kátyúba. Ez velem is megtörtént, pedig nagyon robogott minden. A szomszéd át is szólt, hogy milyen szép zöld a fű. De hát valahogy valószínűleg nem tudtam jól értékelni, vagy a helyükön értékelni a akkori sikereket. És kátyúba ragadt ez a bizonyos szekér. Nem nagyon tudtam, hogy hogy tudok kimászni belőle. De a zenésznek, meg az énekesnek is, meg még a dobosnak is nagy szerencséje, hogy segít neki a zene. És az egyik születésnapomra kaptam egy szöveget, egy olyan dalra, amit nagyon-nagyon régóta szerettem, hallgattam. A dalszövegnek nem sok köze volt az eredeti történethez, de az én szekerem kerekét nagyon-nagyon erősen megtolta. Szóval, hogy elindultunk kifelé a sárból. Azóta ezt már nagyon sokszor, sokan, sokféleképpen elénekelték, de ez még mindig az én életem mozia. Viszont nagyon sokszor azt a visszajelzést kapom, hogy másnak is segít. Hát, ha ma is van itt valaki, akár csak egy ember, aki éppen úgy be van a hangokba zárva. Tartozunk el.
a mi gyermek, ugye büszke most rád.